Köszönöm szépen, szépen napot kívánok mindenkinek én is, és azt is köszönöm, hogy itt lehetek, és köszönöm a Magyar Napló szerkesztőségének, Nemes Attilának, hogy gondoltak rám a zsűriüléskor, és hát én is vaciláltam, mert hogy a felelősség az bizony nagy, de azt gondolom, hogy mindazokon túl, amit Jóska elmondott, hogy a vers és a zene legyen összhangban, nekem mindig fontos az, főleg, hogyha egymagában áll egy előadó a színpadra, hogy hogyan jön ez össze ő vele. Tehát, hogy amit énekel, amit előad nekem, amit ott mondani akar, mondani szeretne, az mennyire fontos ő neki, mennyire van összhangban az ő egyéniségével, szellemiségével, stb. Én boldogan ültem itt ma, mert ezt sokszor megláttam, megtapasztaltam. Volt, ahol nem annyira, volt, ahol csak a Jóska által említett két feltétel teljesült, de valóban élvezetes volt hallgatni a verseket és a dalokat. Legtöbbször, vagy hát jó néhány esetben sikerült olyan verset választani ebből a rengetegből, ami fel lett kínálva, ami sikerült a előadó számára önmagát is megmutatni. Az egyik ilyen előadó lett a harmadik helyezett, számomra ő az egyik leghitelesebb produkció volt, és mivel a zsűritársaim többségével egyezett a véleményünk, ezért sikerült megcsípnie a harmadik helyezettnek, aki nem más, mint Szilas Miklós Bécsről. És tényleg csak annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon hiteles volt számomra, amit itt mondtál, amit mondtak rólad, amiket teszel, amit csinálsz, és hát ez az imádság, ez gyönyörű volt itt ma. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint hogy átadjam itt az oklevelet és a harmadik díjat, amely 100.000 forint. Azt hiszem, hogy így érzi magát az ember, amikor jó társaságba keveredik. Boldogan, és én magam egy pillanatig nem éreztem úgy, hogy ez egy versengés, és én csak azért jöttem ide, hogy örülök, hogy tetszett a zsűrinek az a dal, vagy ez a két dal, amit én választottam Bolt Balázstól. És csak azért éreztem itt magam nagyon jól, mert nem éreztem, hogy ez egy versengés, hanem hogy ugyanúgy, mint én is mindenki más, csak azért jött, hogy megmutassa azt, amilyen ő, azt, amilyen az ő egyénisége, azt, ami benne van. És csak rímelve erre, amit az előbb hallottam, hogy nekem Bolt Balázs verse azért volt nagyon fontos, mert hogy akár én is írhattam volna ezt a verset. Úgyhogy köszönöm szépen, és ez az ő díja is. Meg most Stifner Gábortól, rádiószerkesztőtől. Hölgyeim és uraim, az még talán nem hangzott el, hogy a zsűri az első és a második és a harmadik helyezettek közül egyet-egyet választott. De mégis azt mondom, hogy a második díjat azt ketten érdemelték ki. Kellett hozzá egy kiváló magyar költő, Pafür János, az ő gyönyörűséges verse, annak a szegény, a kocsmázó apa által a játszótéren felejtett kislánynak a keservéről, a kozmikus magányáról és fájdalmáról, és kellett hozzá egy egyedi, eredeti, bátor tehetség. Azért mondom, hogy bátor tehetség, mert a tehetség bátorsága kellett ahhoz, hogy ezt a szöveget valaki merje a maga egyedüli személyiségével, uniszónó, saját hangján elénekelni. Ez egy bátor és nagyszerű dolog volt, és egy nagyszerű produkció született Lovász Edinától. Mm-hmm.
Nagyon szépen köszönöm. Én is ki szeretném emelni a költőt, Papür Jánost. Nekem nagyon fontos ez a vers, és ennek a versnek a mondani valója is. És most megtudtam, hogy a könyvhéten kiadnak egy új könyvet, aminek ez a vers lesz az egyik címadója, és nagyon fontos vers ebben a kötetben is, szóval nagyon kíváncsi leszek a könyvre, és nagyon-nagyon-nagyon örülök, és mindenkinek nagyon gratulálok, mert nekem itt nagyon sok minden nagyon tetszett, és jól éreztem magam, és hát nagyon örülök. Köszönöm szépen! Most pedig felkérem Csík Jánost, hogy jelentse be, ki lett a verseny győztese, illetve röviden méltassa őt. Hát szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, alkotókat, előadókat egyaránt. Nekem egy nagyon kedves meglepetés volt, hogy itt lehetek, és egyfajta módon a döntésben részt vehetek. Hogy miért is vállaltam annak ellenére, hogy elég ritkán fordult elővelem ilyesmi. Aztán a kíváncsiságnak köszönhető, hiszen valóban nagyon kíváncsi vagyok, hogy manapság hogyan, miként zajlanak azok az alkotó munkák, azok a zenei gondolatok, hogyan találnak a költő igazi megfogalmazásaira. Ez hogy történik manapság, kinek hogy sikerül. Sikerült. Nagyon sok szép produkciót láttunk, hallottunk. Nekem talán a legkedvesebb lett az első. A sajátossága, az igazán találó zenésége és az ügyes eladó munka miatt. Hát igazándiból nem tudom az igazi nevet, csak az előadói nevet, mert az első díjat, a verseny legnagyobb elismerését Jamese kapta. Igen, Molnár Remesének hívnak, és a Jamese produkció, vagy zenekart most csak egyedül képviseltem, és kicsit ez a technikai dolog elvitte a gondolataimat arról, amit igazából mondani akartam így a közönségnek, hogy ezek a loop szövegek származtak a közönségtől, az emberektől, a Facebookon keresztül írták erre a kártyára, és akkor ennek a zenei szövetét, tehát ezekre a szavakra jövő dalamokat nyilván én találtam ki. És volt egy nagyon eredetileg egy halandzsa szövege ennek a dalnak, ami úgy szólt, hogy Azsujáé hullogó, kikiriki hurucáré könyv, Kalimpa Zagravi Kerenkeren Kása. És ez egy nagyon-nagyon szép dallam volt. És akkor, amikor megtaláltam ezt a pályázati felhívást, akkor úgy éreztem, hogy ennek a dallamnak valami értelmes szövegnek is, szöveget is kapni kell. És ez a Mesélőn című vers, ez egyszer csak így elég kerekedett, keveredett a kötetből. És akkor elolvastam a költő nevét, hogy Egyede Emese, és az univerzum üzent, hogy Jemese, Emese, Mese, úgyhogy minden együtt állt, és úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó befejezés ennek a vers, zene, loop és kitalált nyelvnek, hiszen mindenki tud versíró lenni, még akkor is, hogyha nem mindennek van értelme, mert ez egy nagyon-nagyon jó játék, és annyit hadd mondjak el, hogy a zenekarunkkal készülünk
nyáron egy ilyen kertkoncert sorozatra, aminek a megvalósításához nyertünk már pénzt, de nagyon, nagyon nehéz egy ilyet létrehozni, hogy vidékre utazzon egy zenekar, és minden technikai feltételed ott legyen, úgyhogy nagyon-nagyon örülök ennek a pénzjutalomnak, mert ezt erre a koncertre fordíthatom, és remélem, hogy még több emberhez eljutunk, és ez a dal az egyik szerzemény lesz, és az egyik dal lesz ezeken a koncerteken, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ehhez így hozzásegítettek bennünket, mert ez egy nagy segítség nekünk. Köszönjük szépen!